állok Nyírbátorban, az Árpád út 139-es szám előtt. Nyírbátor régi épületei majdnem, hogy mind nátfedeles épületek voltak, azonban mára egyedül ez az egy ház az, ami nátfedeles épület. Éppen ezért a Mi Hazánkkal kezdeményezzük tájházzá avatását, alakítását, felújítását. Tulajdonképpen népi művészetünk, népi építészetünk megóvása érdekében, és kezdeményezzük udvarán egy második világháború terror eseményeinek emléket adó szoborpark felállítását is. Ez az emlékpark, ez helyt kell, hogy adjon nyírbátori hungaristák, Milotai István, Kun András rémtetteinek, és helyt kell, hogy adjon a szovjet felszabadító megszállók rémtetteinek. Mindenképpen szerepelnie kell ebben a szoborparkban egy emlékműnek, ami a megerőszakolt nők, a megerőszakolt áldozatok emlékére készülne el, és Magyarország szovjetek és románok általi kifosztását is meg kell, hogy elevenítse ez a szoborpark. Biztos vagyok benne, ha mindez sikerrel jár és elkészül, nem csak a környékről, hanem az ország számos pontjából érkeznek majd ide látogatók és megemlékezők.